Hát drámai küzdelemben maradt alul Csollány Szilveszter az Exatlon Hungary-ben, hogy hogyan élte meg Szilveszter a távozás, és mit adott számára ez a játék, arról most őt faggatjuk. Jó reggelt, jó, szia! Reggelt, köszönjük szia. Szépen, hogy itt vagy. Jó ez a műsor egyébként sport szempontból, egy olimpiai bajnok, reggel már beszélgettünk Európa bajnokkal, meg olimpiai bajnokkal, szóval klassz. Na, szóval, hogy én azt gondolom, hogy nem kell semmilyen szinten csalódottnak lenned, bár ahogy mosolyogsz, azt gondolom, hogy nem vagy az, mert azért annyi idősen, azt nem mondjuk el, hogy mennyi, 20 éveseket is megszégyenítettél. Hát megmondom őszintén, hogy tényleg ez volt az egészben a poén, hogy jól tudom, nekem volt a leggyengébb a statisztikám, de tulajdonképpen a kihívó csapatból mindenkit elvertem úgy alkalmanként, meg azért egyszer-kétszer volt olyan pont, ami nagyon fontos volt. Hát ez ilyen, ez a Dáviddal a párbajunk, hát az is érdekes volt. Ugye ezen a pályán már mentünk egy alkalommal, tehát már is ismertük jól. Nem törtem össze, tehát nem volt semmi gond, azért nagyjából tudtam, hogy a Dávid gyorsabb is, azért 15 évvel fiatalabb, mint én, meg hát én azt mondom, hogy hosszú távon azért csapatot ő tudta erősíteni, meg hát a vizes pályákon Dávid nagyon jó volt. Te hogy látod, Szilveszter, a gyorsaság, vagy a végén az ügyesség? Ez attól függ, hogy milyen pálya volt, tehát hogyha mondjuk az ügyességi része még nem volt annyira hosszú, akkor mindenféleképpen a pályán kellett menni, de hogyha mondjuk hosszabb volt és bonyolultabb, akkor nem biztos, hogy a pályán a gyorsaság volt a szempont, hanem ugye a vége. Azért kérdezem ezt, mert az előző játékosok is, akikkel beszélgettünk még az előző szériából, mind azt mondták, hogy tulajdonképpen ha a végén meg tudsz állni és agyban oda tudod tenni, akkor tied. Hát igen, csak ez a nehéz, tehát az, amikor az ember végigmegy a pályán, és a pulzus a főn van ilyen 160-on vagy 170-en, maga a nyomás, ugye, hogy mondjuk a másik már ledobott egyet, hogy kiabál mindenki, hogy figyelj oda mindenre, az nem egy egyszerű dolog. Tehát mondjuk lehet, hogy itt a tévén keresztül nincs olyan messze, de amikor az ember stresszben van, akkor azért nem egyszerű. Meg hát nem labdával kell dobni, nem tudom mire, hanem tulajdonképpen ugye ez homokzsák volt. És ugye, amikor az ember keze vizes, homokos, akkor jobban csúszik volt, úgyhogy volt eső, ugye akkor a pálya is jobban csúszott, vagy amikor szél volt, hát az ember megdobta a labdát egyenesen, aztán kivitte oldalra, tehát tulajdonképpen meg volt a környezeti tényező is. Előjött azért a sportolói éned olyan szempontból, hogy a pályák előtt koncentráltál, mint mondjuk, amikor annó tetted Sydneyben? Tehát, hogy felkészíted magad lelkileg is, és nem csak fizikálisan? Abszolút, tehát tulajdonképpen az, ami nem tetszett, megmondom őszintén, hogy maga a stressz. Tehát az, hogy tulajdonképpen csapatért kellett menni, de attól függetlenül maga az egyéni teljesítmény számított. Az a mindennapos izgulás, stressz azért az nem volt valami jó. Átalakult már ez egyéni játékba a csapaton belül? Na, abszolút nem. Isten őriz, nem. Tehát mi úgy mentünk ki, úgy fogtuk fel az egészet, hogy amíg csapatverseny, addig mindenféleképpen a csapat az elsődleges. Tehát az, hogy mi a csapatnak a fontos. És a másik csapatnál tapasztalod ezt? Hát egy másik csapattal nem igen kommunikáltunk, tehát csak ugye a pályákon találkoztunk kint, ott néha beszélgettünk pár szót, de tulajdonképpen mi azt nem láttuk, hogy velük mi van, tehát hogy ők hogyan gondolkodnak. A sérülések mennyire vetettek vissza? Azért itt láttunk egy-két olyan jelenetet, tőled is pontosabban, hát nem tőled, hanem azoktól az eszközöktől, amik ugye a fejeden meg egyéb helyek ellandoltak. Szóval ezek mennyire vetették vissza a teljesítményedet? Abszolút nem. Tehát nem gondolkodtunk ebben, amikor az ember a pályán van, akkor van akkor a stressz, ugye, hogy megy mind az állat, de utána persze, amikor visszamentünk a faházba, akkor tulajdonképpen az ember itt is fáj, itt lejött a bőr, de igen, hol? De te például nem nézted vissza saját magad, amikor egy-egy alkalommal megsérültél, mert tényleg ijesztőek. Tehát ez nem olyan, mint egy húzódás, vagy nem tudom, egy izomláz. Hát mondjuk most, hogy hazajöttem, ugye visszanéztem, én is meglepődtem, de attól függetlenül hát nem nagyon zavar. Tehát, mondom én, hogy 20 éves a lelke, látod, és megy, mint egy terminátor. Megállíthatatlan. Ki nyerheti meg ezt a versenyt? És itt most nem feltétlenül nevekre gondolok. Hanem... Szerintem, aki ezt 3 hónapig tudja csinálni, az már nem ember. Vagy nem tudom, tehát itt nem is a fizikális szerintem a legfontosabb, mert abban az ember, ugye eleve felkészültem megy ki, de a stressz, aki lelkileg ott tud lenni a toppon, az lesz a jó. Te elengedted fejben? Hát miután kiestem, igen. De közben voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtad, hogy ezt így most nem?
Nem, abszolút nem. Tehát tulajdonképpen azért nem, mert nem egyéni játékosként gondolkodtam, hanem csapat. És hogy akkor, hogyha az ember tényleg a másnap úgy megy ki a pályára, ez nem érdekel, mert minden, akkor már kész, akkor tulajdonképpen nem saját magammal sújtottam, hanem a csapatot. Tehát így a műsorban az jött le, hogy nem csak egy versenyző voltál a csapatban, hanem tulajdonképpen picit, nem az, hogy a lelket tartottad bennük, de azt nyugodtan mondhatom, hogy az edzőjükké is váltál. Szerinted a csapat most mit gondol rólad, pontosabban arról, hogy nélküled kell, hogy menjenek tovább? Én úgy gondolom, Zsolti nagyon jó ember erre a szerepre, tehát ő szerintem ugyanúgy viszi tovább majd a csapatot. Hát tulajdonképpen én nem akartam elvállalni ezt, vagy nem is ez az kialakult, volt, hanem ha úgy vesszük, persze. Ugye nekem van az itt tapasztalatom tanítás szempontjából, tehát tudtam azt, hogyha valamikor valaki rossz pasz van, akkor mit mondjak neki, hogyan tudom esetleg lelkesíteni, és tulajdonképpen ez volt a fontos, és tulajdonképpen így indultunk fölfelé az első sikertelen napok után, és hál' Istennek összejött, tehát... Mit kaptál ettől a műsortól? Sok mindent, nagyon sok mindent. Újra önmagam lehettem, mint egy sportoló. Az a legfontosabb, igen. Abszolút. Egy fantasztikus csapattal találkoztam, komolyan mondom. Tehát hál' Istennek, hogy megdumáltuk, hogy majd amikor vége lesz valamikor az egészen, akkor újból találkozunk, és akkor átbeszéljük az egészet. Fantasztikus. Hát meg gondolj bele, hogy azért itt millióan nézik esténként azt, amit ti csináltok, tehát újra az ember visszatér a köztudatba olyan névvel is, mint Csolány Szilveszter. Hát erre nagyon nem gondoltam akkor, amikor nem, hát most, a pályán, tehát, de mondom, tehát egy fantasztikus, hát nem is tudom mennyit voltam ki összességében, 3-4 hét, abszolút megérte. Akkor lettem volna szerintem hülye, hogyha azt mondom az elején, hogy nem megyek ki. Szilveszter, köszönjük szépen, és gratulálunk ezúton is. Nagyon szépen köszönöm.